Akkor kezdjük az elejét, jó? Köszönöm szépen. Az a négy pontozott fölfelé hang, az is legyen rövidebb. Tehát legyen ha, hanem pa, könnyedén és avtagszerűen. Kezdjük a bácsát. Legnagyobb szeretettel áll mindenki, ez feltétel nélkül egyébként. Tehát egy olyan ember, aki egész életében ad. Ez a figyelmesség, ez mindenkinek nagyon-nagyon jól jön, olyan, mint egy falatkenyér. Meg se kell szólalnia, és már is a bölcsesség jön le, úgyhogy eleve tiszteletet hoz ki az emberből az ő jelenléte. Hát ha még meg is szólal, hát az már igen, arra oda kell figyelni. Köszönöm szépen, nagyon jó. Kérem szépen, Sára, legyen szíves. Főleg a diszonanciát, azt vibrálja meg. Megint a tírám. A másodikat nem kell már annyira megvibrálni az oldást, jó? Tudja, hogy hol? Igen. Jó? Mehet, szekund téma. Amit mond, azt mindent megfogadnak és megcsinálnak neki, örömmel és szeretettel. Ő a hadvezér, mi pedig a katonák, akik egy célért szolgálva, de az ő irányításával azt kell, hogy mondjam, hogy olykor csatát nyerünk, sőt azt hiszem, hogy a háborút is meg lehet nyerni egy ilyen vezérrel. Egy nagyszerű művész, egy nagyszerű csellista, és nagyszerű ember, és jó barát. Igazi zenei élményemre bizony visszaemlékszem. Volt ez nem sokkal a háború után. Édesapám még elvittek egy koncertre a Zeneakadémiára. Azt kell mondanom, hogy akkor még nem nagyon hallgattam a zenét, inkább néztem azt a csodát, ami elém tárult, egy zenekar. Ha jól emlékszem, de ebben nem vagyok biztos, hogy Ferencsik János dirigálta az akkori állami hangverse zenekart. Nekem akkor kitárolkozott egy olyan világ, amiről azelőtt én nem tudtam. És ez nem is feltétlenül a hangok világa volt, hanem a hangszerek világa, ami páratlanul gazdag, színes, és hát számomra egy legyűgöző csoda volt. Úgyhogy valószínűleg az első élmény nagyon hozzájárult ahhoz, hogy végül is nem ellenkeztem, hogy édesapám kezembe adott egy hegedűt. Elég hamar kiderült, hogy nem vagyok rá alkalmas. Bátyám meg azonnal kiállt, és úgy játszott, mintha örök életében álla alatt hegedű lett volna. Bátyám David Sándor volt, aki ugye Kossuth Díjas hegedűművész, Bartók Honos négyes tag volt. Ő fölvételizett a konzervatóriumba, és valamilyen módon én is vele mentem, édesapámmal ketten mentünk. És a bátyámat rögtön fölvették a hegedűre, de azt mondták, hogy megfogták a kezemet, a cselló tanárok, hogy ennyi ennek a kisfiúnak milyen jó keze van arra, hogy csellózol. 11 éves voltam akkor, és attól kezdve elkezdtem tanulni csellózni.